A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Míg el sem kezdte írói munkásságát, már is kis hiány zátonyra futott. Az általános iskola első osztályának egyik szigorú kritikusa, bizonyos Ilonka néni megállapította, hogy kézírása ronda, tinta felhasználása botrányos. A traumát nehezen heverte ki, ezért első írói korszakában a szóbeliséget választotta, mint urbánus mesemondó. 1975-ben végzett az ELTE bölcsészettudományi karán, magyar-orosz szakon. Az egyetem után alkalmi munkával, főként írással kereste kenyerét. Bár sok rövid írása jelent meg különféle lapokban, filmről, irodalomról, reklámról, kultúráról, önálló köteten nem gondolkodott. A Magyar Filmtudományi Intézet munkatársaként, majd a Művelődési Minisztérium filmfőigazgatóságának művészeti osztályvezetőjeként tevékenykedett. 1994 és 98 között az Átrium, majd a Tér és Rend belső építészeti és dizájn folyóiratok főszerkesztője, illetve vezetőszerkesztője. Filmírói munkássága akkor kapott szárnyra, amikor a Linda írói közé került. Legújabb kötete a Még mindig szorongok. Jelenleg a Verk Akadémia művészeti vezetője, a divattal, lakberendezéssel és életmóddal foglalkozó stílusmagazin havilap főszerkesztője. Írásainál sokszor álnevet használ. Számos könyv, reklám, színdarab és tévésorozat szerzője. Tőle származik a Família Kft. Alapötlete is. A Lillás reggeli mai vendége Réz András, filmesztéta, műfordító, forgatókönyvíró, reklámszakember. Amikor gyerek voltam, akkor ugye volt egy ilyen, nem tudom, használják-e még egyáltalán a fiatalok, hogy magyar értelmező kézi szótár, voltak számomra olyan fogalmak és foglalkozások, amik megfoghatatlannak tűntek, és amelyeknek az értelmén a mai napig el szoktam gondolkozni. Ezek közé tartozott az esztéta, ezek közé tartozott a filozófus, ezek közé tartozott a... Jaj, gyorsan akartam még ma. Ne maradjunk ennél a kettőt. Tudsz még három? Balneológus esetleg. A dramaturg is ide tartozott tulajdonképpen. Pedig az nem is olyan bonyolult. Dehogy nem, azért annyi féle ága, boga van ennek az egész színházi dramaturg, filmdramaturg, mit engedhet meg magának, mit ne. Tehát nem exakt foglalkozásról van szó tulajdonképpen. Mi az exakt neked? Gázszerelő. Hát az elég exakt. Hát de még a fogorvos is hát az. Nehézkedj, egy csomó gázszerelővel, meg ilyen szakemberrel vitatkoztam, amikor ők előálltak azzal, hogy akkor ezt így kell megcsinálni, mondtam, hogy miért így. Aha. És akkor kiderült, hogy hát ők szerették volna rövidebb és könnyebb utat választani, de még az sem olyan feltétlenül egyszerű, mert amikor elkezdesz együtt gondolkodni egy szakemberrel, akkor rájössz, hogy hát a francba is, hát egy szakma az egy szakma. Tehát akkor gondolkodnod kell a másik ember fejével, ki kell találnod dolgokat, tehát sokkal több kreativitás van még egy ártatlannak tűnő szakmában is, aminek hát már neve is zűrös, hát ott ne tudd meg. Igen. De egyébként tetszett még a pszichológus is, meg ilyesmi, tehát ezek olyan misztikusnak tűnő dolgok voltak. Te ezzel a majd egy gyerek voltál, tegyük gyerek hozzá, volt. És azóta jó, azért... Jó, én nekem nagyon sok minden, nagyon sokára esik le. Azt gondolom, hogy már elmúltam 50 éves, amikor értelmet nyert számomra az a vicc, hogy pardon, mondta a sündisznó, és lemászott a drótkeféről. Ezt Isten nem mondod. Bizony, de ezt most így, na szóval azért mondom, hogy... Pedig én a sötét múltadat mindig úgy szoktam emlegetni, amikor először találkoztunk, egy nem kimondottan filozófusoknak való helyen. Igen. Hogy akkor... hát neked az volt a különlegességed, hogy te egy ilyen nagyon éles eszű szereplője voltál ennek a világnak, ahol
ahol hát a showbiz egyéb részvevői meg nem nagyon gondolkodtak arról, hogy hol vagyunk és miben vagyunk. Te meg ezzel szemben ilyen nem bős dolgokat mondtál, amikor a mi kicsiny forgatócsoportunk ott járt, és én abszolút meg voltam hatva, hogy úristen, hát az éjszakában most beszélgetünk, itt valami fura dolog történt. Léteznek az értelmes. Egyébként, hogyha már itt tartunk ennél, nagyon-nagyon értelmes emberek dolgoztak akkor a show világában, de ez egy másik, ez majd a te műsorodnak lesz a témája, de most én kérdezek. Szóval ezzel a fogalommal, hogy esztéta, ami végül is a neved mellett általában ott szerepel, a kritikus mellett, meg egyebek mellett, ennek a fogalmát te mikor értelmezted úgy igazán? Semmikor. Ez ilyen átkozottul. Ez hogy jött? Hát figyelj, rémesen földhöz ragadt a történet. Én soha nem dolgoztam lapnál, mint kritikus, meg ilyen állandóan író ember, ami a számkivetettség egy sajátos formája, mert tudod, azért kritikus dolgozol lapnak. És ez azért fontos, mert akkor picit azonosulsz ezzel a csapattal, az olvasókkal, a lap néha elküld fesztiválokra, eseményekre, megírósz, az egy olyan jó kis dolog. Hát én erről lemaradtam, nagyon sajnálom. De saját magad jó voltából, vagy pedig egyszerűen... Teltház volt, bocs. Aha, jó, értettem, oké. Okay. Teltház, és én nem is vagyok olyan nagyon könnyű ember, félreértésre első, viszont a rádió meg a televízió hiány volt az ilyen szapora beszédő embereknek, akik a mozgóképről tudnának dumálni. Úgyhogy felfedeztek maguknak, és aztán... Várjál, meghoztad a reggelicskénket, köszönjük szépen. Köszönöm. Ó, itt mindig olyan finomat kapunk, hogy... Na jó, majd... Köszönjük szépen. Hogy van ez, hogy evés közben nem beszélünk, vagy beszéd közben nem beszélünk? A végén. Mert erre én megkaptam a kritikát egyszer. Elég rendesen. Na jó, mivel hideg nem fog kihűlni. Igen. Na, és akkor ez volt, hogy a televíziósok elcsíptek, és azt mondták, hogy kellene nekik egy ilyen tudós ember, aki azt hiszem, hogy éppen a katasztrófa filmekről kellett volna beszélni, és akkor mondtam, hogy én vagyok a megfelelő ember, mert hogy a többiek azt mondták, hogy bocs, de hát az gagyi, meg kommersz, meg azt mondtam, hogy nem, az egy fontos. Beszélgetés lezajlott, és akkor azt mondták, hogy mit írjunk a neved alá. És mondtam, hogy hát én... a Filmtudományi Intézet tudomány segédmunkatársa vagy. Hosszú. Nem fér ki. Mert hogy akkoriban azért félreértés ne esik, a hát feliratozás művészet elég verítékes vagy. Nem. Filmtörténész, már húzzák a szájukat, ez hosszú, meg ilyen lehetetlen ékezete. Filmeszét a kifér? Ez kifér egy sorban. Tehát így lettél filmeszét. Rajta maradt, és hál' Istennek, nem kényszerültem túl gyakran arra, hogy magyarázzam, hogy mi a fenét csinálok. Hogy ugye az esztétika... Igen, ez teljesen kézzel fogható a végén, de mégis valahogy olyan megfoghatatlan. Hát mert ott az esztétika, hogy hagyományosan az a filozófia egyik ága lenne, hogyha most alaposabban belegondolunk. De volt egy előnye egyébként, mert hogy ez egy furcsa szó volt. És sokan pontosan ezért jegyezték meg, és nem rágódtak rajta, hogy mi az ördögöt csinál az esztéta. Ne följék, mint a Power Lilla. Úgyhogy ebben megállapodtunk, és ott volt egy filmeszét. Még akkor is, amikor valami egészen másról beszéltem, mert hát félreértésnesség, az én életem is alakult, mindenféle kanyarokat vett, és amikor kamera vagy mikrofon elé kerültem, akkor nem feltétlenül arról beszéltem, hogy a filmek mélyén rejlő izék, meg mélységek, meg gondolatok, de azért automatikusan odaírták, hogy filmeszéte, úgyhogy most már én figyelmeztetem az idősebbeket, akik még tudják, hogy volt egy ilyen, hogy filmeszéte, talán nem is kéne inkább kiírni, mert nem erről lesz szó. Tehát marad a Réz András. Réz András? Réz András. Most hogyan tudnád megfogalmazni egyébként azt a fajta tevékenységet? Mert lehetne ott benne producer, lehetne ott benne rendező, lehetne ott, hogy tanár. Lehetne intézményvezető. De producer és rendező nem lehetne, én erre nem is vagyok alkalmas. A tanár az belefér a dologba, mert az hát lényegében olyan 1976-77 óta, még ha nem is ilyen rendes állásban lévő tanárként, de tanítok a stimmel, aztán vár, mi az, ami működik? Hát most forgatókönyvírásban már nem jeleskedem olyan sűrűn, mint ekkoron. Igen. De még azért van rá példa, hogy mindenféle álnéven egy pályázatra azért beküldünk valamit.
Reklámszakember, igen, csak már nem, nem azon a területen dolgozom, ahol egykor, amikor még reklámfilmek mi fennék, hanem sokkal inkább az a világ, ahol esemény, konferencia, szóval, hogy mondjam neked, ahol úgy szemtől szembe szólítjuk meg az embereket. És látod, ez a mostanában, pedig rengeteg ilyen műsor van, és rengeteg ilyen írás van, és mégis ez marad ez, hogy szemtől szembe az emberek úgy merjenek beszélgetni egymással. Így van. Te most remek szemüveg van rajtad, de milyen szemüvegen keresztül nézted a világot, és a szemüvegnek a színe és a formája mennyit változott? Biztos talán érzed a kérdésnek a... Hát a szószoros értelmében véve, képzelve volt egyszer egy esemény, ahol elvittem az összes föllelhető szemüvegemet. Bár a középiskolai szemüvegkeretem már nem volt meg. Pedig az se lehetett rossz. Hát az se volt nagyon jó. Meg akkor tudod, még utáltam egy kicsit, aha, mert az ember 16 évesen vonakodik bevallani, hogy rövidlátó. De abban a szempontból halálosan izgalmas volt, hogy végignézem a divat változásait. Uh-huh. Mert azzal meg még mindig foglalkozom úgy sutyomban, hogy mikor volt divat az, hogy hatalmas ablakok, és mikor jött divatba az apró, már a Lennon szemüvegét idéző méretek, mikor jött be a heavy metal, az acél, az aranya, nem tudom mi fene, és hogyan keveredtem el oda, most már nem olyan rémesen fiatal, hogy ilyen nagyon határozott színeket vállalja, de hát közben azért az én szemem az üveg mögött is baromi sokat változott. És a látásmódod? Hát hülyéskedzett. Ezek iszonyúan kemény változások, én már alig hasonlítok arra az egykori ízére, akire mindenki emlékszik. Mindenki azt mondja, hogy hát azért fölismerhető vagy. De a világszemléletem azért már... Nem vált. Aha, az megmaradt. Most ezt azért kérdezem, mert például Brozsdi Ancsinak mondtam, hogy gyakorlatilag te ugyanazt mondod az elmúlt 60 évben, 55 évben, csak a világ állandóan változik körülötted. Én meg nem ugyanazt mondom. Mindig úgy tűnik, hogy én ugyanolyan vagyok, tehát ha valaki korán megöregszik, akkor már nincs hová tovább öregednie, és én elég gyorsan megkopaszottam. Mondjuk a szakállam azért őző. De a változás azért brutális, mert magáról a világról, meg a jövőképéről való véleménye, ez most már nem is évente változik, hanem hónapok elegendőek ehhez. Most vagyok bajban, ugye írom a következő kötetemet, ezek humoreszkek. A humoreszk azért mindig kötődik a jelenhez. Fú, a francban mikor is írtam az elsőt? Hát már nem tegnap történt az sem. Az már 15 éve, nem tudom mennyi. És akkor az volt... Ez az első szorongásaim. A válogatott szorongásaim. Igen. És akkor elkezdtem gyűjtögetni a megjelent írásokat, mert mindenki azt mondja, nem nagy gond, összeszeded azt a rengeteg mindent, amit rengeteg helyre írtál, kötedbe két. És ott jött az első döbbenet, amikor szembesülnöm kellett azzal, hogy az egy-másfél évnél öregebb írások kihajították magukat. Elmúlt az a pillanat, amelyben születtek. És így is volt egy csomó, aztán kiderült, hogy kell egy ilyen átkötés ezekhez az írásokhoz, mert egyáltalán nem biztos, hogy az az esemény, az a világ, amelyről szólnak, az mindenkinek beugrik azonnal. Na most azóta ez felgyorsult. Mindent kommentálnod kell. Mi változott meg körülöttünk? Miért van az, hogy ami 15 évvel ezelőtt még jó gondolatnak tűnt, az ma már nem. Miért van az, hogy amikor folytattam a következő kötettel, akkor ott már az online létezés, az internet, a virtuális valóság vette át a szerepet. Most meg, hát, na mindegy, szóval augusztus végére vagy azért majd megírom, mert a kiadó leveri rajta, de most kell szembesülnem azzal, hogy ez most már nem ügy, hogy az online, az interneten létezés, az, hogy ugye még annak idején rácsodálkoztam a Twitterre, a twittelésre, de mi az, hogy rácsodálkozom? Hát akkor én egy dinoszaurusz vagyok? Igen. Ugye most új szavak, én igen. Én igen. És most új szavak és új jelensége, és nincs értelme a munkámnak, hogyha erre meg nem figyelek oda, mert megette a fene az egészet, és ezért mondom neked, hogy a látásmódom az mindig úgy változott, hogy én
ilyen végtel csapodár ember vagyok, aki hagyta, hogy sodorja a világ, sodorja az élet, sodorják az események. És én nem akartam úgy megvetni a lábam, hogy az áramlással szemben majd megmutatom, nem azt mondtam, hogyha ez így ha áramlik, változik akkor a világ, akkor én is vele együtt pontosan változom, és újodok úgy, meg. Úgy rohadtul megváltoztam. Aha. Valószínűleg, ha 10-15 évvel ezelőtt itt ülünk, akkor még mondok neked olyan hülyeségeket, hogy hát ha az ember meg tudja javítani a tömegkommunikációt, meg jó üzenetek, meg igényesség, meg mi fenne, akkor jobb lesz a világ. Ma már ilyen baromságot nem mondanék, mert azt mondom, hogy szemtől szemben kell az emberekkel kommunikálnunk, és akkor most lehet, ez hogy változik a világ. Mert ebben az LGP-esedett, elinternetesedett világban, internetesedett világban pont a szemtől szemben marad el. Az embereknek az egymás közötti beszélgetések, a szembenézések, mert minden online módon megy, és ma az emberek egymással úgy beszélgetnek, hogy és közben élik a virtuális világukat és életüket. Meg ugye ez érinti a figyelem kérdését is. Tehát kezdetben ezen viccelődtünk. Tudod, ez a multitaskingban vagyok, én bal szemmel a tévét nézem, jobb szemmel a monitort nézem, bal fülemen az egyik rádió, jobb fülemen a másik rádió, és közben pedig boldogan elégítek ki 6 nőt egyszerre. Tehát ez mind megy. Igen, ám csak hogy ennek megvoltak a szigorú következményei, hogy valószínűleg, hogyha utána megpróbáltad felidézni, hogy mi történt veled, lehet, hogy magára a történésre emlékeztél, csak nem rakódott benned sehogy, és nem dolgoztat fel egyáltalán. Tehát nem is ez a probléma, hogy nem látod, nem hallod. Miért? Hát vezeted az autót, közben nézed a monitoron az aktuális izét, videójátékot játszol, füledben a telefonon, csak semmi nem kapja meg az esélyt arra, hogy magadhoz alakítsd, hogy úgy maradjon meg benned, mint ami a tied. Na most ez például egy rohadtul nagy változás, hogy tudomásul kell vennünk, hogy miközben beszélgetünk, lehet, hogy a beszélgető partnerünk ilyen furán szétszórt állapotban van, intézi a dolgait, és mi csak egyetlen egy benyomás vagyunk ebből a sok mindenből. Viszont figyelj, lehet, hogy vissza lehet állítani. Filmklubozok újra. Előbb-utóbb ez az egész őrület, ez vissza fog állni. És volt egy példám, hogy egy fél nap alatt többet élünk, és több információhoz jutunk, mint régen egy paraszbács egy életen keresztül. Hát te elképesztő a dolog, és amikor elkezdenek panaszkodni, az emberek nem olvasnak, főleg az emberek, engem is beleértve, 10-szer annyit olvasnak, mint bármikor, csak hogy ez az olvasás nem azt jelenti, hogy előveszel egy vaskos kötetet, bekucorodsz a sarokba, és azt ja Istenem! És pedig milyen jó az? Hanem én a mai napig néha megjutalmazom magam, az, hogy kiveszek egy szabad napot, oda kucorodom a kanapé sarkába, és regényt olvasok. De milyen szép, hogy megjutalmazom magam azzal. Úristen! Látod, hogy ilyen, most mondom, hogy ilyen pocsék életben élünk, hogy az egy jutalom, hogy megengedhetsz magadnak egy napot, vagy én, nem tudom én. Én nem is érzem, hogy olyan nagyon pocsék lenne. Inkább az a kérdés, hogy figyelj, mindenki vágyik erre. Mert hogy a gyerekkoromban még úgy tűnt, hogy ez egy nagyon tekintélyes dolog, hogy az emberek ilyen vaskos izéket olvasnak. Ma nem úgy tűnik. Viszont én meg nagyon büszkén azt mondom, hogy nekem ez még mindig jó, és amikor azt tanácsoljak, hogy vegyek gyorsan egy elektronikus könyvolvasót, akkor azt mondom, hogy nem vennék. Mert hogy nekem ez a furcsa izéhez, amit elmeséltem, neked hozzátartozik a könyv súlya, hozzátartozik az, hogy például a könyv az megörökíti, hogy milyen körülmények között olvastál. Tudod? Szóval hogy egy kis tengerparti homokalapok között, a szalámi zsírjából egy csepp, egy kávéfolt, mit tudom, hogy disznóság, mert a könyvet nem lenne szabad tönkretni, de most mit csinálj? Papír, emlékezik. És ott marad. És ez szerintem meg tök jó, és akkor kézbe veszek egy olyan könyvet, amelyet gyakran elolvasok, vagy mondjuk gyakran beleolvasok, akkor állati vicces, mert hogy az illatában is ott van az, hogy mi minden történt közöttünk. Jó. Ugye sok rétegét érintettük az életednek, most az írásnál fogunk megragadni egy picit. Mondtad, hogy ugye
mennyit változott a 15 év alatt az írásmódod, azok a körülmények, amikről írtál, és amit akkor humorosnak tartottál, azt most is humorosnak tartod egyébként? Tehát ugye ez a válogatott szorongásaim, ez ugye tulajdonképpen a mindennapunknak a jelenései vagy történései humorosan földolgozva egyébként. Ez egy fontos, nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a pocsék dolgokat is egy görbe tükrön keresztül, vagy egy görbe szemüvegen keresztül tudjuk nézni. Mert néha megszabadulsz a görcseitől, amikor nevetni tudsz rajta, vagy amikor észreveszed, hogy te is egy rettenetes balfácán vagy, de attól, hogy ezt fölismered, valahogy a világ egy kicsit élhetőbbé válik. Szóval azt mondod, hát édes Istenem, szóval nem az munkál állandóan benned, hogy megpróbálj ideológiákat találni, meg hogy ilyen kétségbeesetten kapaszkodj, hogy de ez így kell. Néha ezek talán segítenek, de amit kérdezel, abban tényleg van egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk-e mesélni azokat a vicceket egymásnak, amelyeket 40 éve, 30 éve, 20 éve, 10 éve már nem is meséltünk vicceket. Uh-huh. Tehát, hogy élnek-e még? Én emlékszem rá, amikor 90-es évek elején voltunk, és az ELTE-n voltam óraadó, és egy ilyen lehetetlen tárgyat tanítottam kulturális menedzsereknek, ami arról szólt, hogy a reklám, a kommunikáció, a kultúra. Ez egy ilyen nehezen kibogozható csoma. És amikor megpróbáltam leírni, hogy volt nekem egy munkahelyem, és akkor mondom, és akkor bejött a főnök, és volt rajta NDK szandál csehszlovák nejlon zoknival. És na látod, igen, szóval ez az. És akkor én egy darabig úgy gondoltam, hogy ezzel sikeresen minősítettem egy helyzetet, olyan fábrisanosan. És akkor fogalmuk sem volt, hogy miről van szó, mi? Eljött egy pont, 90 akárhányban, amikor mondtam, hogy hát ez már működött. Nem is szabad ilyet csinálni. Szóval ne vedd elő, ami valaha működött. Ki kell találni valami sokkal frissebbe. De én elég béna voltam, és azt mondtam, hogy NDK szandálcsa, szóval nem. És csönd. Ezt a poént nem kell többet elmondani, és akkor elnézést kértem tőlük nyilvánosan, és azt mondtam, hogy ne haragudjatok. Nem vagytok kötelesek érteni ezt az egészet, mert ez ahhoz a világhoz tartozik, amelyet én megéltem, ti meg nem. Viszont ha ez így van, akkor hát hogy mondjam, én vagyok a szolgáltatás, amelyet ti vesztek igénybe. Nekem kell tudomásul vennem, hogy a világ megváltozott, és nem nektek kell megértenetek a kopott poénokat. Látod, és itt volt, jött a válasz, hogy milyen szemüvegen keresztül nézed, és hogy mennyire kellett, hogy változzon, vagy mennyire változott a saját magad látásmódja. Tehát most jutottunk el ehhez a ponthoz. Nagyon nagy körülményesen felismerés. Adtam meg a választ, de elképesztő nagy felismerés, mert az embereknek a nagy része nem ismeri föl. Hát és ha ettől, pszichológus lennék, igen, hogy most egy általat felsorolnám. Boldogtalanná és sikertelenné válik. Tehát amikor itt 1990-ben volt egy hatalom újraosztás, amikor átléptünk az analóg kádárizmusból a digitális kádárizmusba, akkor egy csomóan elvéreztek. Pontosan azért, mert úgy gondolták, hogy hát a világ ugyan változik, de mi szeretnénk ugyanúgy élni, ugyanúgy dolgozni, és ugyanazt csinálni, amit eddig. És vártak a változásra, mindenki várt a változásra, és nem tudtak élni a lehetőséggel, és visszadett. Mint a harmadnapos hasmenés. Ez a szeretnénk, hogy a világ megváltozza, de bennünket, ha lehet, ne érítsen. Mi maradnánk, ahol vagyunk, és én nem állítom, hogy nekem olyan rohadtul egyszerű lett volna, de mivel én hagytam magam sodortatni az árral, a széllel, a nem tudom én mivel, én nem keseredtem bele, és az volt a szörnyű, amikor pályatársa, kollégák, barátok, meg a többiek úgy belekeseredtek ebbe, mert azt mondták, hogy de hát itt vagyok, okos vagyok, tudom, miért lennék rosszabb, mint tegnap előtt? Uh-huh. És nem voltak hajlandók elfogadni, hogy nem lettek rosszabb, csak talán a világ nem tud most mit kezdeni velük. Meg ők a világgal. Akkor ezek szerint a tanításod alanyai függményében kell, hogy alakuljanak és alakítsad. Ugye azt gondolják, hogy egy tanár, amikor elkezd egy tárgyat tanítani,
akkor azt megtanulta valaha, és akkor azt majd tovább fogja adni. Ez egy nagyon-nagyon régi szemlélet, hiszen a tanárnak mindig az adott pillanatra, az adott időszakra és a jövőre kell fölkészíteni a diákokat. Ez egy elképesztő felelősség. Te most jelen pillanatban, nem tudom, hogy még hol tanítasz, de megvan a saját magad akadémiája, a Verk Akadémia, ahol televíziós, filmes, kommunikációs szakembereket készítesz föl egy pályára. Hogyan állítjátok össze a tantervet? Egyáltalán mennyire, tehát az általad kitűzött célokat, amikor megcsináltad ezt a sulit, mennyire tudod tartani? Mennyire változol a világgal, és mennyire kell évről évre változnotok neked, a tanároknak, és a kihívásoknak megfelelően? Fél tanárokkal könnyű a helyzet, mert nekünk nem állandó tanáraink vannak, sőt, nincsenek tanáraink. Tehát de hogy ők nem vannak. Tanárok, igen, ők azok, igen, akik csinálják, jó értenek hozzá, igen, jó szakemberek. Na, de nekik is változni kell. Hát, ha most kegyetlenül akarnék fogalmazni, ha nem változnak, akkor jövőre nem hívjuk őket. Aha, jó, igen. Mert hogy azt kell elhívni, aki látja, hogy most a világ hogyan működik, hogyan készül a mozgókép. Most én vagyok az egyetlen unalmas fráter, mert én vagyok az, aki ilyen filmtörténeti marhaságokról beszél neki. Na, de azt meg muszáj a szakmához, mert ha nem tudja azt, hogy, igen, hogy mik az alaptartó pillérek, akkor de figyelj, akkor én aztán... úgy gondoltam az elején, hogy hát a tartó pillér meg mi fene. Nem? Szóval rájöttem, hogy ennek sok teteje nincs, egy esetben van értelme, ha képes vagyok arra, hogy ezt a sok filmtörténeti izélést összekapcsoljam a valós filmcsinálással. Aha. Tehát, hogy ne arról beszélgessünk, hogy hát tekintélyelv, és ezt tudnotok kell, hanem arról beszélgessünk, hogy ők hogyan használták az eszközt, hogy az eszköz hogyan segítette, vagy akadályozta őket, hogy hogyan működött a gazdaság abban a világban, és hogyan változott folyamatosan. Tehát ne az járjon a fejünkben, hogy van egy ilyen aranykönyv, és annak a lapjait csapkodjuk, és azt csodálkozzatok rá, hogy milyen fantasztikus, mert néha mai szemmel nézve uncsi meg érdektelen. Beszélgessünk arról, hogy hogyan jutunk el egy bizonyos megoldáshoz, hogy nézd, itt a néző számára láthatatlan kamerák vannak. Hogy mit tud ez a kamera, hogyan deríti fel a világot, hogy egyáltalán hogyan jutsz el odáig, hogy mi kerüljön a kamera elé, hogy amikor elkezd mozogni a kamerád, akkor mit kell vele megtalálni. Na, szóval kénytelen vagyok alkalmazkodni, mert egyébként ez egy abszolút döglött tudás lenne, és kizárólag tekintélyelvű tudás. Meg azt szeretném, hogyha ők ezt az egész filmtörténeti múltat úgy kezelnék, hogy össze tudják vetni a jelen film csinálásával. Tehát ne nevek és évszámok, hanem hogy igen, tényleg milyen nagy szenzáció volt, amikor először csinálták meg a Vertigo című Hitchcock filmnek azt a jelenetét, és az nagyon állat, amikor ezt kitalálták. És az egész suli egyébként úgy működik, hogy évről évre újra kell gondolnunk. Tehát ez egy rohadt meló, mert most már tényleg nem úgy néz ki. Mi kiszálltunk ebből az akkreditáció, mert minden, mert annak az a lényege, hogy egy örökre vasalt programod van. Örökre vasalt program? Hát amikor elkezdtük a stylistok képzését, az még olyan klasszikus mérce. Már nem tudsz mit csinálni, mert arról kell beszélned, hogy a divat blogok hogyan működnek. Ami 10 évvel ezelőtt, mert most ugye 10 éves a suli éppen, 10 évvel ezelőtt még nem volt meghatározó. Vagy gondolj olyan... Egyáltalán a blogok. Hát egyáltalán a blogok sem, de az, hogy a divatnak ez egy fontos része legyen, mint egy 10 évvel ezelőtt, ugye mi gasztronómusokat is képzünk. A gasztroblogger, aki kajákról, vendéglőkről, nem tudom micsodákról. Nem is létezett a kifejezés sem. Na most ehhez képest, ha ma fölmegy a világhálóra, mert kíváncsi vagy arra, igen, hogy most mit tudom én, a Bocuse d'Ort az hogyan ítélik meg, vagy nem tudom, akkor rá fogsz jönni, hogy a bloggerek írják a fontos dolgokat, mindenki rájuk vadászik, ja, és ennek megfelelően vannak, akik a felvételbeszélgetésen azt mondják, hogy gasztroblogger szeretnék lenni. Őrület. De akkor mást kell valahogy, igen, egy kicsit tanítani, másról kell beszélgetni. Aha. És ez szerintem egy tök normális állapot, mert a képzésben nem mindig volt egy olyan, hogy megtanulod, azt annyi.
Ha meg nem akarod megtanulni, akkor meg elmégy ipari tanulónak, mondták, még az én gyerekkoromban. Na most akkor ti művészeket képeztek? Nem. Ipari tanulókat nem. képeztek? Akkor gondolkodó embereket képeztek? Hát sokkal inkább. Szóval én néha, amikor szentbeszédet tartok, hát szegényeknek azért ne legyen ilyen könnyű az élet, akkor azt szoktam mondani, hogy ti tanultak egy szakmát, de valójában ti probléma megoldók lesztek. Meg gondolkodok. Még az, hogy kreatív, azt is ritkán mondom, mert szóval, hogy mi a franc az a kreativitás? És én néha egyébként sok-sok órán át beszélek valamiről, ami könnyen letudható lenne azzal, hogy kreativitás, de én meg azt hiszem, hogy nem tudható le. Tehát ezt így most mondja neked, hogy kreatív. Az, hogy bocs, akkor mit jelent a kreatív? Az, hogy elszakadsz a kötött formáktól, a szokástól, az unalomra. De hogyan szakadsz el? Képes vagy még kontaktust tartani az emberekkel? Vagy úgy szakadsz el, hogy már az ég a te egy világon senki nem ért meg tőled? Elszakadsz, mert egy művész vagy, vagy azt mondod, hogy bocs, de én alkalmazott művész vagyok, és azért Na most hajlamosak vagyunk arra, hogy egy-egy szóval mindent rövidre zárjunk, miközben ezek hosszú beszélgetések, és akkor még arról nem is beszéltem neked, bár a tudományos kutatások hitelessége az bizonytalan, hogy most állítólag arra jöttek rá, hogy a kreativitás az olyan, mint az aranycsinálásban a fehér elefánt. Tehát volt ez a klasszikus alkimista izé, hogy aranycsinálásnak itt van a receptje, egy dologra kell ügyelned, közben ne gondolj a fehér elefántra. Igen, borzasztó. Mert akkor nem sikerül. Nos, valahogy a kreativitásról is valami ilyesmit mondtak el, hogy a kreativitásnak pontosan az a lényege, hogy nem görcsölsz rá, hanem hagyod szabadon csapongani az elmédet. Arról persze ők nem beszélnek, hogy a szabadon csapongó elme az ilyenkor szabadulja. Hány gyötrődő órát tud maga mögött? Az évek. Amíg begyűjtötted azt a sok mindent, amiből most összerakod, most a csapongásban létrejön valami finomság. Igen, igen, és akkor látod, ott kiderül, ugye indultunk az esztétikából, meg a filozófiából, és akkor itt a kreatív szó, szóval ahogy az életünk kiadja. Egyébként azt nyomon tudod követni, hogy a gyerekeid, tanítványok iskoládból mennyire tudják megállni a helyüket? Utána? Tehát van ilyen nyomon követésetek? El tudnak helyezkedni? Érzik azt a szakmát? Mert gondolom, hogy nem azok, akik beülnek a tudom, XY egyetemre, tömegkommunikáció szakra, és az életükben nem fogják használni, és gyakorlatilag egy arab diplomát akarnak szerezni, és több ezeren kikerülnek, majd sikertelen állástalanok. De inkább a fordítottja működik. Megszerzi a diplomáját, és akkor jön felvételi beszélgetése. Tehát diploma után jönnek általában. Hogyne, vannak olyan szakok, ahol egy vagy két diplomával forgolódnak többnyire, és vannak olyanok, akik meg egyenesen úgy jönnek, hogy hát kösz, megszerzem a diplomát, jól fizető állásom van, nem is biztos, hogy szeretném ott hagyni, de én azért jöttem, mert hogy hát további ajtókra van szükség. Tehát, hogy az ember nem mindig ugyanazon az útvonalon sétáljon végig, és nem mindig ugyanúgy ketyegjen az elméje. És akkor megkérdezem, hogy de hát akkor miért jössz, hát te már elvégezted, ki fog derülni, hogy hát ő elvégezte, elvárták tőle, hogy legyen diplomája, csak szeretne közelebb kerülni ehhez a világhoz. Tehát egy gyakorlatiasabb tudásra vágyik. Van, amikor ez fordítva isteni, tehát mit tudom én, a filmesek közül sokan vannak, akik mennek tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Könnyebb volt felvételizni, meg már megcsináltuk az első filmünket, de inkább az az érdekes, amikor azt látod, hogy valaki eltöltött 2-3-5 akárhány évet, és még mindig egy kicsit bizonytalan abban, hogy mi a franc legyen a világgal, amire persze az én válaszom az, hogy amikor 18 éves lettél, akkor milyen döntést hoztál? Mit fogsz csinálni? Hogy döntöttél? Próbáld felidézni, ott álltál 18 évesen, most merre tovább? Te mit döntöttél akkor?
Most ezt kérdezed tőle? Persze, hogy kérdezem. Ez megkötő kérdés. Jó, nem, most én azt gondoltam, hogy a gyerekektől kérdezem. Nem, ez most nem egy általán, ez most tőled. Hogy döntöttem, hogy mit csinálok? Igen. Hát, én akkor azt gondoltam, azt döntöttem, hogy meg akarok állni a saját lábamon. És merre még tovább, mit tanulsz, milyen szakmát választasz? Jó, hát elmentem énekelni, tanulni, és elmentem tanítani, hogy megéljek mellette. Na most 18 évesen, nekem se könnyű felidézni azért, félreértés ne essék, de én azt tudom, hogy a döntés, hogy hova nyújtom be a felvételi papíromat, azt a határidő előtt, mint amilyen 2 héttel hoztam meg. Bölcsészkar. Fogalmam nem volt, hogy mit fogok tanulni, milyen az egyetemi lét, és hogy utána mihez fogok kezdeni magammal. Tehát 18 évesen kellett hoznom egy döntést, mely nem biztos, hogy jó volt. Igen. Most ha valaki viszont azt mondja 23-24-25 évesen, hogy nem biztos, hogy ez jó döntés volt, jogában áll ilyet mondani, ez én válaszom az, hogy igen. Tehát amíg élsz, jogodban áll azt mondani, hogy szeretnék változtatni az életemben, szeretnék valami más. Bocs, változtam, én változott a világ, akkor miért kellene ugyanúgy maradni ebben az egészben? De ez a mai napig azért egy sok, tudod, hogy ott állsz 18 évese, még annyira se felnőttem, mint én voltam annak idején, mert te úgy kezdted, hogy a saját lábamra akarok állni. Igen. Ezért nem akartam nappalira menni. Tehát azt gondoltam, hogy én innentől kezdve. De szó szerint ugye az apám egyedül nevelt, a házvezető nénénk ilyen anyám helyett nagyanyámként. Egy keresetből kellett az apámnak itten gazdálkodni, anyám külföldre, és meg azt mondtam, hogy hát minél előbb befejezni az egyetemet, pénzt keresni, ott lenni. Ha ma lennék 18 éves, egyáltalán nem biztos, hogy ezen az első gondolatom, hogy most gyorsan valami végleges megoldás. Mint ahogy aztán én is szembesültem azzal, hogy megkaptam a diplomámat, mert kiderült, hogy ilyen állás nyomokban sincs Magyarországon. És akkor valami olyasmit kellett csinálnom, ami szokatlan volt, hogy hát nem állást kellett keresni, munkát. Mit tudok én elvégezni? És akkor még sokkal könnyebb volt munkát találni. Hát nem állítom neked, hogy nagyon egyszerű lett volna, úgyhogy én ilyen alkalmi munkás voltam, puttonyoztam szüreten, gombaölővel festettem le faházat Dunakeszi, ami jött, mert hogy ez volt a meló, megfordítottam a divat, persze. A divatintézetnek én fordítottam a KGST divat irányt, úgyhogy nyugodtan kérdezz meg tőlem, hogy nem, ne kérdezz meg, hogy mondják oroszul azt, hogy raffolt, de akkor még tudtam. Tehát megtanultam például azt, hogy az ember ne legyen túlságosan finnyás. És hogy egyáltalán nincs semmi szégyen abban, hogyha melózol. És közben azt is meg kellett értenem, hogy a világ egyáltalán nem biztos, hogy úgy működik. Rohadt nagy mázista vagyok, hogyha megtaláltad a megfelelő vágányt, akkor már csak tolnod kell a cuccost, meg fölpattani a hajtányra, és, oh, jaj. És mind halálig. Jönnek a váltók. Hát ez az. És talán az ember nem kell megrettenni, amikor mondják, hogy itt lehet váltani. Ugye te nagyon sokat foglalkoztál a reklámmal, és nagyon jó reklámjaid voltak. Hogy egyáltalán a reklámpiacnak a fölhigolása, vagy a reklámoknak a gyártásának a mikéntjét hogy látod most? Hiszen te tanítod is ezt, és foglalkoztál ezzel behatóban is. Most elég szomorkásan. Tehát amikor én elkezdtem egyébként, éppen úgy 90 tájékán, amikor szembesültem azzal, addig csak tanítottam, és az volt, hogy bocs, most ilyen emberekre nincs olyan nagy szükség, inkább csinálni kellene. Nem volt egyszerű, de mindent meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni. Persze. A reklámot csinálni? Hát, vagy egyszerűen tényleg az, hogy kreatív elmény? Figyelj, ne misztifikálj. A kreativitás kell hozzá természetesen, de ez egy tanulható szakma, amikor fölismert, hogy hogyan működik ez az egész, hogy hogyan jut el egy termék a fogyasztóhoz, felhasználóhoz, ennek milyen stációi vannak, te hol fogsz belépni, csöndesen megérted, hogy hogyan működik a médiumok rendszere. Szóval én nem voltam olyan nagyon kiművelt ebben az ügyben. De nagyon szerettem, mert hogy én egy illúzióban éltem nagyon sokáig,
Én mindig azt mondtam, hogy félreértés ne essék, hogyha csinálsz egy plakátot, akkor sokkal több embert érsz el vele, mint egy regénnyel, egy műsorral, egy nem tudom mit csodával. Tehát felelősségünk van. Tehát nem mindegy, hogy milyen nyomokat hagyunk az emberekben. És egy pár évig én ezt érvényesíteni tudtam. Tehát fura módon még a megrendelővel is lehetett beszélgetni arról, hogy oké, tudom, hogy te nagyon el akarod adni, de jó az, ha koszos gondolatokat felejtesz a befogadóban. Hát mi megváltoztatjuk az emberek fejében a képeket. Hát a reklámok amiket... tulajdonképpen egy agymosás. Jó, én ennyire szigorú nem voltam, De állandóan zsizsegnek bennünk az értékek, amikor reklámokat nézünk, és én csak azt tudtam mondani, hogy nem szeretném, ha félelmeket hagynánk például az emberekbe. Nem szeretnénk, hogyha morálisan elítélhető dolgokat. Tehát például annó volt egy nagyon hosszú beszélgetés arról, hogy a pénz mennyire fontos. Mert hogy a megrendelő azt mondta, hogy hát a pénz, hiszen ki ne vágyna a pénzre. És ez egy több hónapos meló volt, amíg sikerült meggyőzni arról, hogy az emberek egyáltalán nem biztos, hogy a pénzre vágynak, sőt még az sem biztos, hogy mindenkit boldoggá tenne, amit tudom én, holnap megdobnák 1 milliárd forinttal. Így elsőre fura, mert mindenki azt válaszolna, hogy dob meg. De ha bele kell gondolnod abba, hogy hogyan változik meg az életed, a barátaid, a szomszédaid. Nézd meg a lottó nyerteseket. Majdnem mind tönkre megy. Hogyan néznek rád? Mit várnak tőled? És akkor még lehetett ilyesmiről beszélgetni. Ma már ennek a beszélgetésnek vége. Most nagyon gonosz akarnék lenni, ma a beszélgetésnek az a tárgya, hogy a reklámügynökség és a megrendelő hát milyen alkut kötnek, és ebből az alkudozásból kimarad a megcélzott ember egyed. Az, aki értékeket meg gondolatokat kapna, ez csak az jár az eszükbe, hogyha mi ketten jól jártunk, hát öcsém, hát ő csak a vásárló, fogyasztó, felhasználó, nem is tudom, minek nevezem ezt a furcsát. Le van szarva, nem közénk tartozik. És én ezt egy borzasztóan szomorkás dolognak tartom. Ez nem kizárólag magyar jelenség, félreértés ne essék. De én úgy gondolom, hogyha ez a fajta felelősség tökéletesen kihullik a világunkból, akkor nem fogjuk jobban érezni magunkat feltétlenül. Mert akkor egyszer csak elhiszed, hogy pénzért minden megvásárolható, és ha pénzed van, mindened van. Másik. Ugye orosz szakos tanárként végeztél, és orosz fordításokat is csináltál, és nekem most jutott el a tudatomig, ahogy tegnap tanulmányozgattalak, hogy én az írót nem tudom, mert furcsa neve van, de hát a Szutyejev rajzai nőttek föl az én gyerekeim, illetve keresztgyerekeim, és most már megvettem pontos a Sünd, hát ezek a Vidám mesék sorozat gyakorlatilag. Igen, a Sündisznó, akit lehetett simogatni, meg a Nyuszi, meg ezek tündériek, egyszerűen tündériek. Szereted a meséket? Szeretem. Ezeket jó volt fordítani? Jó. Nem tudtam, hogy te fordítottad őket. Annyira jók. Most karácsonyra is vettem. Jó. Ugye. Én még, tudod, a Teszveszvárosra az látszak egy unalmas szöveg. Hát az is egy őrület, hogy a Teszvesz a tiéd. Hát ezt se tudtam. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. Töredelmesen megvallom neked, hogy... Az egyik leghasznosabb könyv, ami a gyerekpiacon létezik. Kicsit mindig torzítottam rajta, egy kicsit mókásabbá tettem, mint eredetiben volt. És eredetiben ez egy nagyon józanul megírt könyv, de állati haszna. És én meg szerettem. És amikor megkérdezték, hogy nem kívánok-e valami komolyabb, fajsúlyosabb dolgot fordítani, akkor azt mondtam, nem, engem abszolút boldoggá tud tenni az, hogy most a gyerekek fejével kell gondolkodnom, hogy megérti, nem érti. És humoros? És kedves? Hát figyelj, felnőtt cuccból meg csak humoreszket fordítottam, mert azt mondtam, hogy ott meg nem fordítani kell, hanem magyarítani. És én azt hiszem, hogy azt szerettem benne, hogy magyarítani lehet, hogy néha be lehet csempészni egy furcsa szót, amellyel el lehet játszani. Tehát, hogy magának a nyelvnek is legyen egy öröme, amikor olvas. Szerintem ezt rohadtul bírom. A mai napig, hogyha előkeveredik egy kötet, akkor lefordítom. Az a gyanúm,
vagy Shakespeare-t újrafordítani nem fogom, mert meg az nem is tudok elég jól angolul. Meg tudlak érteni, és akkor tényleg csak az utolsó, de visszakanyarodunk oda, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy azok a filmek, amikről te mint filmesztéta szépséges előadásokat tartottál, és nem tudod, hogy most van-e értelme, vagy nincsen, tulajdonképpen megint előtérbe kerültek, mert igen, megint filmklubot tartasz, és ennek nagyon nagy a látogatottsága. Milyen közönség gyűlik be? Fiatalok, idősebbek? Hogyan állítod össze ennek a tematikáját? Milyen filmekről beszélgettek? Egyáltalán milyen ennek a filmklubnak a elég idős hangulata? Csapattal kezdtünk. Hál' Istennek ennek a magja mind a mai napig megvan. És aztán jöttek az egyre fiatalabbak. Valószínűleg azért, jó, mondjuk azért a programon is múlik, hogy Fábri Zoltán talán a 20 éveseket nem érdekelte annyira, mint Zsigmond Vilmos életműve. Mm-hmm. Hogy a, mit tudom én, a Makkároly életműsorozat az idősebbeket jobban megérintette, és a spanyol filmekre meg bezuhantak fiatalabbak. Mm-hmm. Van ilyen, de azt, hogy mondjam neked, hogy mégsem a film a lényeg az egészben. Hanem a beszélgetés? Az. Uh-huh. Amikor este 11-kor ott a műpában, azt kell mondanom, hogy és akkor szép csöndesen húzzunk el a fenébe, mert a biztonsági szolgálat már jelez, hogy bezárnák a házat. És átmentek mi még valahova utána? Hát ott a környéken nincs hova átmenni. Az az én fiatal korom volt, amikor még a Marcibányi téri művelődési bezárt házban. És akkor még... Bezártuk, és mi átmentünk egy nyitva tartó krimóba, ahol még hajnali 3-ig beszélgettünk. De ez inkább arról szólt, hogy újra felfedezzük, hogy hát ha húsvér emberek beszélgetnek, és nem az indulataikat szabadítják egymással, és nem az egymás mellett párhuzamosan elszáguldó vélemények hálójában vagyunk, hanem mondasz valamit, és a melletted ülő ember meg azt mondja, ja tényleg, szóval hogy ezek nagy és fontos emberi pillanatok, amikor a másik emberrel együtt fedezel föl valamit a világból. Úgyhogy lehet, hogy a filmklubban nehéz lesz a jövőben filmeket találni, mert nem biztos, hogy minden film nagyon súlyos, de egy rémesen vacak film is nagyon jó lehet. Az a célja, hogy mi ott, mint ilyen létező, élő húsvér, büdös, csúnya, az ördög tudja, milyen emberek. Egyszerűen meg tudjuk szólítani egymást. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Csin-csin. Egészségedre! Hát már 1000 éve nem találkoztam Lillával, úgyhogy végre egy jót tudtunk fecsegni, ami most nagyon jól esett. Hát még meglepően kevés volt az idő, mert ha még lett volna egy kis idő, akkor kibeszélhetjük azokat, akik nem voltak itt. Forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé Szalonban készült. A műsor médiapartnere a Pécs Rádió.